Kiárat, itt nincsen más, csak egy dallam tegnapról. A partik véget érnek, és a meghívók sem jönnek holnaptól. Ereim benne honkik magányárat szerte szél. Vészkijárat, itt nincsen más, csak egy emlék tegnapról. Pörögtem veszettül veled a szívjátszó terén, most egyedül táncolok én a szerelem hűlt helyén. Az előbb még szerettél, vajon hová tűnhet? Most vakít a hideg fény. Az előbb még nevetél, vajon hová tűnhetél? Most vakít a hideg fény. Minden zár, és már semmilyen sem kár, de a szívem mégis fáj. Hova tűnt, hova múlt, hova bújt ez az élet? Előbb még szerettél, vajon hová tűnhettél? Most vakít a hideg fény. Előbb még nevettél, vajon hová tűnhettél? Most vakít a hideg fény. Micsoda produkció! Hát nem tudom, hogy a kedves nézők hogy vannak vele, de én sikeresen visszarepültem a 80-as évekbe, köszönhető mondjuk nem csak a dalnak, hanem a mozdulatoknak, meg a kosztümöknek. Nagyon, nagyon szépek vagytok, srácok. A nézők pedig ne felejtsék el, hogy a már elhangzott dalokat amúgy visszanézhetik a www.adal.hu weboldalon, úgyhogy érdemes minket nem csak offline, hanem online is követni. Na de lássuk, hogy a zsűrinek hogy tetszett a Hitli produkciója. Kati. Hát végre nem egy karanténdalt hallottunk, nagyon örülök neki, hogy más a téma, mert rengeteg abból induló téma volt eddig. Nekem nagyon tetszett, ahogy elindul a dal, én imádom ezt a korszakot, és olyan erővel hoztátok ezt a, valóban ezt a 80-as évek diszkopopot, én megyek és már énekelek, nem énekelek, táncolok rá. Marha jó a refrén, nagyon tetszett, úgy beindul, és engem végig fönt is tart, tehát táncolsz, de közben oda tudsz rá figyelni. Ha megengedtek kritikát, megengedsz te kritikát, te énekes. Igen. Dávid, rólad van szó. Te egy marha jó dobos vagy. Te is. Az éneklés, ez is egy hangszer, meg kell tanulni ugyanolyan virtuózan használni, mert rengeteget hozzá tud tenni egy dalhoz is. Tudom, hogy ez nem egy tehetségkutató, ez egy dalverseny, de én énekesnő vagyok, ezt el kellett mondjam, de nagyon-nagyon tetszett a dal egyébként. Jó. Peti, neked mennyire jött be ez a 80-as évek? Én nagyon boldog vagyok, mert végre még egy dal, ami őrületesen tetszett, és annak örülök, hogy ma olyan nehéz, igazi jó, igényes, szórakoztató kultúrát pop, rock, egybelevő zenei stílussal találkozni.
íme, hölgyeim és uraim, ez fantaszt, ez az igazi poprock legizgalmasabb, legjobb elegye volt, és nem beszélve arról, hogy annyira jó karakterek vannak ebbe az együttesbe, ez nekem borzasztóan tetszett, és mondták a 80-as évek, meg talán még az AHA is fölhangzott, ez a csapat túlmutat azon, hogy a 80-as évek kliséit a legjobb, még ha legjobb manírokkal is hozná. Nem, ez egy olyan egyedi dolog volt, nekem nagyon tetszett, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, hogy ilyen klassz produkciókat láthatok. Elképesztő. Akkor pontozzál is nekünk. Most már adtál egy 10-es, ma ugyanezzel a lelkesedéssel halljuk. 9 pont. 9 pont. Misi? Bennem van egy kis rossz érzés. Én ott lehettem akkor, mikor hoztátok a Mama Hotelt, és az odáig voltam, az egy szenzációs nóta volt. Bocsánat, én vagyok az, aki sisterek. Megnőtt a szakállal. Igen, hát be kellene vágni. Nekem itt az volt az érzésem, hogy van egy jó dal, és ennek a fényét egy picit, Dávid, te veszed el az affektálással. Az, hogy a T helyett én komplex egészében érzem a dalt, hogy van egy zene, van egy szöveg, meg van egy előadó, és én nem tudtam leválasztani ezt az előadót erről az egészről, és nekem ezért volt egy ilyen rossz érzés, hogy mi a francért kell ennyire affektálni. Ez most egy irányzat egyébként. Hát de engem meg nem érdekel az irányzat. Tök jó, de egy énekes az énekeljen érthetően, hisz te tudsz egyébként érthetően énekelni, ezt már bebizonyítottad. Nekem az affektálás miatt ez 7 pont volt. Köszönjük szépen. Kati, látszólag ezzel nem értettél egyet. Igen, igen, igen. De nekem 9 pont a dal. Gyuri. 7-es. Köszönjük szépen. 32 pont. Ez azt jelenti, srácok, fáradjatok föl a páholyba.